Kozár Miselyny város önkormányzatának képviselő testülete lakossági fórumot tartott hétfőn. Az eseményen egy napi rendi pont volt terítéken. A településen kialakítandó játszóterekkel kapcsolatban tájékoztatták a helyieket, illetve az ehhez köthető lakossági igényeket mérték fel. Dr. Bíró Károlyt, Kozár Miselyny polgármesterét kérdeztük. Kozár Miselyny városa megkezdhette az 5 éves fejlesztési programját, miután meghirdettük a zöld városfejlesztési programokat, és 2020 elején első között elfogadott költségvetéssel tudunk nekivágni ennek az esztendőnek és ennek a ciklusnak. És az egyik első ilyen fejlesztési program és elképzelés az a Kozár Miselyny játszótereket érinti. Talán sokan tapasztalták, hogy az elmúlt év végén, a tél kezdetén elbontottunk több régi játszóteret. Ennek két oka volt, egyik az, hogy nagyon elavult régi eszközökről beszéltünk, melyre ráadásul a fogyasztóvédelmi hatóság azt mondta, hogy nem mindegyik eszköz biztonságos, és fel kellene újítani vagy újra tanúsítani. A másik pedig az, hogy tudtuk, hogy lesz új játszótér fejlesztési programja a városnak, a zöldváros fejlesztés keretében, és új eszközöket szeretnénk telepíteni, nem a régieket felújítani. Ezért decemberben elbontásra kerültek, és már itt vagyunk a 2020-as év tavaszán, a tavasz kezdetén, és aktuális, hogy megbeszéljük a lakossággal, hogy akkor melyik játszótéri eszközöket vagy területeket tartsuk meg, esetleg hol vezessünk be funkcióváltást, hol érdemes nagyobb fejlesztést megvalósítani, hol elégséges egy minimál program. Hiszen Kozár Miselyny nagyon jól ellátott játszóterek tekintetében, hiszen 12 darab helyszínen működtettünk ilyen közösségi tereket. A cél továbbra is az, hogy ez a játszótér ellátottság ez legalább ilyen színvonalú vagy még magasabb szintű legyen, viszont a város dinamikája, a lakosság összetétele folyamatosan változik, mint tudjuk, a lakosság növekszik, újabb családok költöznek be Kozár Miselynybe, rengeteg a kisgyermek, és átterelődnek a fókuszok a város egyes részeiről más részekre, például a legújabb lakótelephez, és vagy az intézmények közelében. Úgy döntött a önkormányzat képviselőtestülete, hogy ilyen helyi fejlesztés ügyekben a lehető legszélesebb körben tartunk lakossági egyeztetéseket, fórumokat, és ennek az ideje jött el itt az év elején február 10-én. Meghirdettük ezt a lakossági fórumot kifejezetten ebben a témában, és elég élénk érdeklődést tapasztaltunk. Több mint 1 tucat szülő jelenlétével segítette a közös gondolkodást, plusz az önkormányzati apparátus teljes létszámmal megjelent ezen a fórumon. Van kiemelkedő játszóterünk 2 darab, ami teljesen új. Ez a településnek az északi részén a Rózsa utcában, természetesen az a megtartásra kerül, és lett egy új játszóterünk a művődési ház mögötti területen, a művődési háztól keletre, ami egy pályázatnak köszönhetően valósult meg, és egy kiemelt játszótér. Ezeknek az infrastruktúrális környezete is kiváló, ezeknek a kiemelkedő játszótereknek. Emellett 5 helyszínen szeretnénk megújítani a meglévő játszóparkokat. Az 5 helyszínen belül lesz még 2, ami kiemelkedő fejlesztést fog kapni, ez pedig a Lilium utca kis látványtó környékén a játszótér, ez egy kiemelte fejlesztést fog kapni, és az Öregfaluban Mosógátnál, a Petőfi utcában itt is több eszközt fogunk elhelyezni. Lesznek funkcióváltások, a parkerdőben ott kutyaparkot, kutyafuttatót szeretnénk kialakítani, később egy pályázat keretében pedig egy kerékpáros parkot fogunk itt fejleszteni, illetve a fiataloknak egy teret szeretnénk kialakítani a tinédzser korosztálynak, ahol ingyenes wifi elérhetőséggel és fedett helyen tudnak egymással ismerkedni, találkozni, szabadidőt eltölteni. A fejlesztéseket már el szeretnénk indítani most a tavasszal márciustól, és a húsvéti időszakra szeretnénk a nagy része elkészülni. Nagy örömünkre szolgált, hogy a lakosság az ilyen aktívan bekapcsolódott. Voltak olyan szülők, akik ugye ezt közösségi oldalakon is megfuttatták, reklámozták ezeket az elképzeléseket a irányukba is köszönet, hogy ilyen sok helyre eljutott, és az meg külön öröm tud lenni, hogyha a lakosság igények az önkormányzati elképzelésekkel ennyire szinkronban tudnak lenni.
10 millió forint áll rendelkezésre saját erőből, a város költségvetéséből, és akkor tavaszra a játszótér fejlesztés az meg fog valósulni, mint a Zöldváros program egyik kiemelt programja. Aztán folytatjuk a tavasszal, mert már most jeleztük, hogy a fekvőrendőrök és a közlekedésbiztonsági intézkedések kérdésében fogunk egy újabb lakossági fórumot tartani. Ezt figyeljék, ezt majd április hónapra fogjuk meghirdetni, hiszen itt is van rengeteg kérés, ugyanakkor rengeteg ellenállás is ebben a kérdésben, úgyhogy ezt a lakossággal fogjuk tisztázni, és reméljük, hogy aztán következnek a további fejlesztések is, és be tudjuk vonni a közösséget, a kozármislenyeket egyre nagyobb számban ezekbe az elképzelésekbe.